ás alatt az én falum, én laka. Nem volt itt járható út, kilátás nem volt, és akkor volt egy olyan gyermekcentrikus nézet, hogy ha már neki itt a kolhozba kell rabotolni, akkor a gyereknek legyen jobb sors. Aki tudott, tanult, ezeknek 90%-a csak nem érettségizett, a főiskolára sokan nem jutottak fel, de jó, néhányan végeztek ott is. De ami a legfontosabb az, hogy mi szakmát tanultak valahol, az iparnak valamelyik részén, közeli városokba otthont alapítottak. Elég nehéz volt akkor a korabeli helyzet, a megélhetés szempontjából is, tehát gazdálkodtam, de mikor már mondjuk annyira rendeződtek a dolgok, akkor egyszer a falunak a történetét, módját néztem, meg tudjam, hol vagyok, kik voltak, mik voltak, ami rendelkezésre állt, azt átolvastam. Tanulmányoztam, faragni fogtam, motivumokat tanulmányoztam. Akkor még 7 osztály volt, az ifjak ott van, 14-15 évben való ifjak, azokkal kezdtem meg az első előadást. Megpróbáltam a régi hagyományt, amit felkutattam 100 évvel azelőtt, tehát ez 71-ben volt. Az első adásnak a sikerén már a következő szilveszterkor visszaállíthattuk a hagyományt. Szilveszterkor az egész falu népe összegyűlt, akik eltávoztak, hazajöttek, volt egy 3 felvonásos színdarab, mert ezt az igényt követelte, utána elköszöntötték az éjfélt, és akkor múlottak reggelig. De ez egy olyan megtartó erő volt, hogy ez visszaállító, nagyon majdnem a nyugdíjas koromig végig vittük. A pomológiát azt mindig tanulmányoztam, különösen az oltásnak a migéntjét, vagy 10-12 féle módon tudok, és mit mondjak, legalább 99%-ba megcsinálom. És amikor nyugdíjba mentem 89-be, konstatáltam, hogy azok a régi gyermekkori fajta emlékeim a gyümölcsökről nincsenek, eltűntek. Egy 1000 éves kultúra tűnt a szemünk előtt, ami az agrár történetnek igen-igen jelentős ténye, hogy ez a nép 1000 év alatt milyen fajtákat mindenféle külső beavatkozás nélkül hozott létre abból a fajtákból, illetve azokból a vadgyümölcsökből, amelyek a spontán flórába itt helybe előfordultak. Égtetős égvilágon, én még sem szakkönyvben, sem semmiben nem olvastam, hogy valaki figyelmet fordított volna arra, hányféle vadgyümölcsünk van, és azoknak mi az értéke. Itt a népi gyümölcsészetnek azt az értékét próbáltam génállomány gyanánt megmenteni, ha valakinek szükség, adni belőle. Ugye közben megindítottuk a, hogy mondjam, a falunak a világ örökségbe való bejutását. Itt volt Román András úr, ő a 5. kerületben képviselő is, azt mondja, a változáson minden, ő fogja javasolni, hogy a költségvetésnek ne 1%-át, mert 1000-e is sok, mert azt mondja, a leggazdagabb, azt adják Toroszkónak, én lakának. Na rendben van, akkor ahhoz, mert fel kellett mérni a falut, én egyik fiatalemberrel, mérnökkel végigjártam, 64 házat láttunk, amely alkalmas, bevettük, akkorival megcsináltuk a dokumentációt. Első, második, harmadik besorolású épületek, azok kaptak, nem tudom, 150 lej, vagy 250 lej, 200 lej, 150 lej havonta, hogy a karbantartási munkálatokat megcsinálják. Illés Lajos is vett házat, meghalt, a felesége eladta, Vési Zsolt, pécsi tudomány egyetemen működő professzornak
Hát az nyomba fölkeresett, beszélgettünk. Azt mondja, hogy fogjunk össze, csináljunk egy konferenciát. Élök a története és kultúrája cím alatt, sikeres volt. Annyikora érdeklődést váltott ki, nem csak a szerzőkön keresztül, hanem az érdeklődésen, hogy szükségessé válott az, hogy ezt, mivel nem csak az országban, mindenhonnan jelentkeztek dolgozatok, a tanulmányok, akkor folytassuk. Na, de mivel foly? Hát a kismesterségek jöttek számításba, az is lejárt, hát a székelység története a fejedelemség ideje alatt. Székelyföldön több ilyen kezdeményezés nincs, és egy tudományos konferencia sorozatot indítunk, amely kimondottan a székelység történetével, főleg a kultúrájával foglalkozik. Én javasoltam a következőnek a székely gazdálkodást, tehát azt az agrárkultúrát, ahogy gazdálkodtak a múltban, aztán ugye ha jelenbe nem tudom, meríteni lehet belőle, akkor lássák meg, hogy hogy volt, vagy mi volt, hogyan szervezték meg, főleg annak a kivitelezése, hogyan voltak a falu törvények, hogyan voltak, vagy az a böcsület, ahogy akkor végigvitték a gazdálkodást egészen a kolhozig, ami szétoszlott mindent. Na hát ez is jó sikerült, nagy, úgyhogy valahol 60-70 tanulmány jelent meg, amit a nyilván tartnak a dokumentum ellátó könyvtárba is. Akkor utána következett a kultúrának a másik igen jelentős része, a székely népdal és a néptánc. Ennek a kötetnek most vergődök a kiadására, mert közben a pénzt is elő kell keríteni, akkor maradtam meg vissza újra, és éppen most voltam a tegnap előtt be, hogy indítsam meg, mert a Balogh Zoltán miniszter úrnak érván, ott a level az asztalon, ő 500 000 forintot kiutalt erre a célra.